Szeretettel köszöntelek benneteket a kreatív csapat nevében. Örömömre szolgál, hogy megmutathatom nektek, hogyan építhettek szép, egységes, hangsúlyozott mosolyvonalat időről időre. A megfelelő mosolyvonal kialakítás optikailag meghosszabbítja a körömágyat, kecsessé, elegánssá és szépé teszi viselője kezét. A mosolyvonal elhelyezése fontos összetevője a tökéletes modellezésnek. Egy tökéletesen kialakított mosolyvonal az egész köröm megjelenését pozitívan befolyásolja. A következőkben bemutatásra kerül egy hagyományos mosolyvonal a természetes körmök illusztrálására. Utána bemutatunk egy hangsúlyozott mosolyvonallal készített körmöt. Ezen a körmön majd megláthatjátok, hogyan készíthettek keskeny, elegáns, optikai hatású körmöket bármilyen adottságokkal rendelkező természetes körmökön. A bemutatott technikák segíteni fognak téged abban, hogy elégedett visszajáró vendégeid legyenek. Tehát alaposan figyeld meg a következőket, és utána jöhet a gyakorlás. Már felragasztottam és egy színbe reszeltem a tippeket, valamint tökéletesen előkészítettem a vendég természetes körmeit. A Performance Form körömsablont szintén felhelyeztem a már előkészített körmökre. A részletes step-by-step előkészítéshez tanulmányozd az előkészítő DVD-nket. Mindig válaszd a vendégeid szükségleteinek és a divatirányzatoknak megfelelő port és folyadékot a kreatív választékából. Én most perfekt color fehér és egyszerű rózsaszint választottam a hagyományos fehér végű körmök modellezéséhez, valamint retention folyadékot. A retention folyadék a perfekt color porokkal biztosítja a lehető legtökéletesebb tapadást. Ez a páros a legmegfelelőbb összeállítás még olyan vendégeknél is, akiknek nagyon zsíros a bőrük és a műkörmük hajlamos a belevegősödésre. Új ecset használatánál mártsd bele az ecsetedet a tégely aljáig a folyadékba úgy, hogy a szőrei szétnyomodjanak, hogy teljesen közéjük hatolhasson a folyadék és átitathasson minden egyes ecset szálat. Ezzel azt is eléred, hogy az összes levegőt kiszorítod az ecsetből. A tégely oldalát használva nyomd ki az ecsetből a felesleges folyadékot, hogy a megfelelő mennyiségű port vehessd fel az ecsettel a közepesen nedves anyaggombóc kialakításához. A megfelelő keverési arány biztosítja a színtartóságot, a tökéletes tapadást és megelőzi a márványos hatást a körmön. Az anyaggombóc méretét és állagát az ecsetben található folyadék határozza meg. A kisebb anyaggombócokhoz használj kevesebb folyadékot és port. Csak az ecset hegyét másd a folyadékba, és a felesleget erezd vissza az edényke oldalán. Helyezd az anyaggombócot az egyes zóna közepére, de ne a szabad szél határa mögé. Hagyd leülni a gombócot, és ne töröld ki az ecsetedet. Az ecsetben lévő folyadékra még szükséged lesz, hogy krémesen és modellezhetően tartsd az anyagot körülbelül 3 percig, amíg a szabad szélt modellezed. Figyelj arra, hogy a modellező kezed mindig fel legyen támasztva a kis ujjaddal. Ez nagyon fontos a stabilitás miatt, hiszen így támasztod meg a modellező ecsetet tartó kezed. Told fel az anyagot először az egyik oldalon, hogy kialakítsd a mosolyvonal mélységét. Folytatva a modellezést, haladj a másik sarok felé, hogy ott is kialakítsd a mosolyvonal csúcsát. Kicsi, ellenőrzött nyomásokkal dolgozz a mosolyvonal megfelelő kialakításáért. Simítsd le az egész szabad szél felületét, hogy később kevesebbet kelljen reszelni. Ahhoz, hogy optikailag hosszú körömágyat készíthess, használd iránytűnek az új begyet, mintha ott lenne a szabad szél kezdete. Helyezd az anyaggombócot mélyen az egyes zónába. Ha sablonon dolgozol, ugyanezt a technikát alkalmazd. Hangsúlyos mosolyvonal kialakításához alakíts ki egy tompa V alakot a sarkok felé. Kisebb, ellenőrzött mozdulatokkal formázd a mosolyvonal ívét.
Tartsd megfelelő szögben az ecseted, hogy a körömmel hosszabbítás szívei vékonyak és csúcsosak legyenek, míg középen a mosolyvonal legyen vastagabb a megfelelő egyensúly és a felső C-ív érdekében. Simítsd az egész zóna felszínét egyenletesre a kevesebb reszelés érdekében, és biztosítsd a vékony, csúcsos sarkokat. Addig használhatod az ecsetedet a mosolyvonal formázására, amíg az ecsetből véglegesen ki nem törölted a folyadékot a törlőkendőn. Hogy teljes legyen a körömágy hosszabbítás illúziója, használd a 2-es és 3-as zónában a Perfect Color fedőporokat vagy egyéni keverésű színeket. További információért érdemes áttanulmányoznod a körömágy hosszabbítós DVD-nket. Akár természetű francia végű, vagy hangsúlyozott mosolyvonalú elegáns körmöket készítesz, mindenképpen nagymértékű és pozitív változást hozol a vendéged kezének a megjelenésében. Köszönöm a figyelmeteket! Ha további információra van szükségetek, forduljatok a Belvárosi Kreatív Stúdió profi csapatához. Készséggel fognak rendelkezésedre állni.